Szép napot kívánok mindenkinek. Vendégem a stúdióban Erforjó Barbara, aki nagyon sikeres karriert futott, tehát a külpolitikai szak újságíró volt, aztán a szakmáját, a karrierjét a családra cserélte, édesanyja lett, sőt, nagy családos édesanyja, hiszen 5 gyereket nevel. A nagy családosok létéről, értékeiről és nehézségéről vele beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szívesen! Ember dolgozik, férhez megy. Igen. Aztán jön a gyerek. Vagy nem jön a gyerek, és egy idő sokáig vár rá, és aztán mégiscsak megérkezik. De mondjuk, hogy itt ön esetében jöttek a gyerekek. Igen. És utána dönteni kellett, hogy azért szakma, vagy család? Hát igen, persze, dönteni kellett. Tehát, hogy mi úgy indultunk neki, hogy mindenképpen 2 gyereket szeretnénk, tehát ez volt a kiindulási alap. Nekem nincs testvérem, a férjem nagy családból származik, tehát 2 gyereket szeretünk volna. 2 gyerek mellett lehet dolgozni, nyilvánvalóan. Így van. Tehát, hogy ez teljesen vállalható dolog. De aztán mi úgy döntöttünk, hogy ha már 2-ig eljutottunk, akkor próbáljuk meg ezt a 3-at, mert az 5 az olyan szép kerek szám, tehát 2 szülő, 3 gyerek. De ez honnan jött ez a gondolat? Hogy szeretnénk 3. gyereket? Hogy 5-ig elmegyünk. Az 5-ig elmegyünk, az nem ilyen egyszerű gondolat, tehát hogy mi 3-at szerettünk volna. Nekünk az első 3 gyerekünk csak orvosi segítséggel született, tehát mi nagyon sokat vártunk rájuk, és aztán terhes lettem a 4-dikkel spontán. És erre a nőgyógyászunk annyit mondott, hogy igen, csodák mindig vannak. És végül is így lettünk 4 gyerekes szülő. Ő a 4. Ő a 4, igen. És aztán ugyanígy született az 5., aki szintén spontán érkezett. Én már elmúltam 40 éves. És valamiért fönt úgy gondolták, hogy nekünk dolgunk van. És hisz benne, hogy ezek a gyerekek minket választottak igen. szülőként? Igen. Tehát nem véletlenül, igen, nem véletlenül érkeztek ők hozzánk. Tehát nekem volt sok vetélésem. És nem véletlenül nem ők jöttek ebbe a családba, tehát nekünk velük van dolgunk, és nyilván nekik is velünk van dolguk, tehát ez egy ilyen isteni közbeavatkozás, mondjuk valahogy így. Igen, igen. Ugye, ha ember elképzeli a nagy családosok életét, akkor egy romantikus kép ugrik igen. be, hogy nyüzsgés van, gyerekek van. Játszanak, ott fő a kakaó, meg a reggelizünk együtt, meg a mesélünk a napról, meg az életünkről, és mindenki tele van a pozitív dologgal, de lehet, hogy azért vannak hát, olyan nehézség, amit nem tudunk elképzelni, aki nem nagycsaládos. A nagycsaládról vannak mindenféle elképzelések, leginkább az, hogy biztos ufók vagyunk, hogy 5 gyereket nevelünk, tehát hogy azért ez nem ennyire természetes a mai társadalomban, hogy valaki mondjuk 4-5 gyereket nevel. Így van, így van. Tehát azért ez nem ennyire természetes. Van ilyen romantikus kép, hogy a nagycsalád az mindig nagyon vidám, meg így nagyon, nagyon mosolygósak, meg kedvesek, meg jólelkűek. Hát nem. Tehát, hogy azért a legnehezebb része nyilván a logisztika, hogy mindenki mindenhova mindig odaérjen, ahova kell. Nyilván az anyagiak sem annyira egyszerűek, ugye főleg, hogy én főállású anya vagyok, igen. tehát hogy nekem nincs effektív a társadalom szemében aktív munkám, tehát én otthon élem ki az életemet. De nem csak az a produktum, amit letesz asztalra, mint a siker, meg ilyen díj, meg olyan díj, nyilván nekem nem. Értékek, amit... Nyilván nekem nem, meg én nem így érzem, de azért a társadalom megítélése nem feltétlenül ez a nagy családdal kapcsolatosan. Sokan mondják azt, hogy mondjuk ezt a szép kifejezet, hogy legális munkakerülő vagyok, tehát azért vagyok otthon, mert nem akarok dolgozni. Tehát én nem akarok dolgozni, hanem nekem ez az életfeladatom. Egy picit is, ha belegondol az ember, akkor rájön, hát azért hogy azért ez egy nagyon-nagyon nehéz. Tehát valaki csinálja meg egy hétig. Igen, tehát én ilyenkor azt szoktam mondani, hogy cseréljünk. Tehát szívesen kölcsönadom őket, bármikor, bárkinek 5 napra, csak 24 órára odaadom az 5 gyereket, mondjuk akkor, amikor 3, hány is. Hasmenés beteg, van, igen. beteg, férjem nem jön haza, mert dolgozik, egyedül vagyok velük közben, be kéne mennem a szülői értekezletre, de el kéne vinnem edzésre a másik gyereket, sőt, ott is kéne maradnom, mert nyílt óra van és bemutató van, tehát ha valaki ezt meg tudja csinálni, tehát, és nem hullik közben ki a haja, akkor jöhet hozzá segít. Milyen lesúlyozza? Tehát azok, mert látja, hogy a gyerekek nőnek, kiegyensúlyozottak, ez nyilván erőt ad ahhoz, hogy az ember egy nagy családot irányítani tudjon, az, hogy egy csomó olyan élményt élünk meg, amit egyébként nem, tehát az emberből egy csomó olyan dolgot is kihoz. Például én megtanultam otthon kenyeret sütni, és soha nem gondoltam volna, hogy valaha is 2 kilós kenyereket fogok otthon sütni, és örömömet lelem abban, hogy újabb és újabb dolgokat tanulok. Tehát hogy egy csomó olyan dologra tanít meg a nagy családosság, amit amúgy az ember nem tekinten az élete részének, vagy megszervez egy nagy családi nyaralást, ez egy ilyen elég elképesztő.
ijesztő dolog. És közben figyel volt szakmájára, hogy mi történik és hol dolgozik? Igen, persze, hát, legalábbis próbálok figyelni rá, tehát hogy azért én érdeklődő ember vagyok, tehát továbbra is fenntartom az érdeklődésemet a külpolitika iránt is, meg úgy egyébként is a világ dolga iránt. Az írás olyan szempont, az írás nekem nagyon fontos, tehát az olyan blogot szempont, ír, most ugye? Blogot írok, igen, ez megmaradt nekem, ez a felnőtt életem, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek kell, tehát attól, mert én édesanyja vagyok, attól én még nő is vagyok, meg ember is vagyok, meg egy társa vagyok valakinek, tehát hogy ezek ugyanúgy részei az életemnek. Nyilván volt egy 12 év, amíg csak a gyerekek körül sertepeltem. Meg a más nagy családos szülő, akinek nehézségei vannak és kínlódik, ő legalább abból erőt merít, hogy persze, ezt megoldható minden. Hát nem is az, hogy megoldható, de meg kell tanulni ezekkel együtt élni. Tehát nagyon sok mindent elereszt az ember, tehát hogy van, amit már nem figyel oda rá, vagy nem. Tehát hogy az, hogy például ha egy gyereke van, az embernek nagyon odafigyel, hogy megtanítja biciklizni, cipőt kötni. Ez nálunk már például a negyedik gyereknél nem így van, megtanul ő egyedül, tehát figyeli a testvéreit is. Igen. Egymást. Tehát, hogy megtanítják egymást, vagy egyszerűen csak figyel arra, hogy mások ott csinálják. Hát ez a beszélgetés is arról szól, és szólt, hogy a nagycsaládosok, ha nézik ezt a műsort, akkor látják, érzik, hogy azért ezzel együtt teljes az élet, az ember boldog tud lenni. És köszönöm, hogy eljött hozzánk, köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Jó? És majd folytatjuk ezt a beszélgetést.